amikor elmegyünk klasszikus koncertre, akkor nem arra gondolunk, hogy Kortezenit fogunk hallgatni, hanem hogy Beethoven fogunk hallgatni. Picit szeretném definiálni, sokszor említettem, hogy én kortárs klasszikus zenével foglalkozom, hogy mi is a kortárs klasszikus zene. Ugye a kortárs zene, ez angolul ez a contemporary music, ez napjaink nagy gyakran kísérleti zenéje. Klasszikus zenei gyökerekből táplálkozó, de más műfajokat is integrálni képes, koncerttermekben bemutatásra kerülő zenei műfaj. Szóval, hogy aki nem találkozott ezzel, nem tudom, hogy vannak itt olyanok, a kortárs zene az a klasszikus irányból nőtt ki, tehát alapvetően klasszikus hangszerekre komponálunk, amikor kortárs zenével foglalkozunk, de a maga műfaj nagyon nyitott, tehát nagyon sok hatást igyekszik integrálni. Integrálta például, tudok olyan zeneszerzőket most mondani, például Ötvös Péter a jazzt, vannak olyan művei, ahol a jazzt integrálta. Aztán vannak olyan szerzők, mint például a Stockhausen, aki az elektronikus zenei tapasztalatait a rádióban, amit megtapasztalt, azokat integrálta klasszikus zenei közegbe. Szóval, hogy nagyon nyitott maga a műfaj. Most ugye rögtön írtam egy kommentet is, amit a Fidelion olvastam, miközben ezt keresgettem, hogy mit is írnak a kortárs zenéről, hogy a kortárs klasszikus zene halott, zeneszerzőkének zeneszerzőknek, hatalmas kakofónia az egész, és én Bartók után inkább kiszállnék a zenevonatból. Ez nagyon lesújtó gondolat egy kommentelőtől. Miért gondolhatja ezt a közönség? Ugye ilyenkor mindig fel kell tenni a kérdést, mert általában erre azt szokták mondani, hogy nem érti. Nem érti, hogy mi történik. Ugye ezzel vigasztalja magát a kortárs zenét író alkotó, hogy hát nem értett meg, ezért írnak ilyeneket. Ez egy nagyon nagy probléma, hogy a klasszikus kortárs zene az 1940 környékén elakadt közönségügyileg, tehát a közönségét nem tudja elérni igazán. És nagyon szűk társaságok, barátok, család, tehát mindenki, aki kortárs zenével foglalkozik, szembesült ezzel, hogy a családja hallgatja, a testvérei, rokonai, de hogy nincs igazán közönségbázisa. Mert hogy a közönségnek azok a visszacsatolás, hogy a kortárs zene az túlságosan elvont, nem értem, nem szép, nem emel fel. Sok ilyesmit hallottam kollégáktól vagy barátoktól. Ezért, hogy most megmutassam, hogy honnan indultam, egy klasszikus kortárs kompozíciómból mutatnék csak egy percet. Ez a Chuang Tzu's Dream című kompozíció, amit 11 évvel ezelőtt írtam. Chuang Tzu, ő egy kínai taoista filozófus volt, időszámításunk előtt 4. században, és az első álommal kapcsolatos feljegyzés is az ő nevéhez fűződik, ami arról szól, hogy álmában pillangóként látta önmagát, ami önfeledten boldognak és szabadnak született, majd amikor felébredt, akkor nem tudta eldönteni, hogy most ő álmodta, hogy pillangó, vagy éppen most a pillangó álmodja magát Chuang Tzu-nak. Akkor ezt a darabot elég sokszor adják elő, és pont elkaptam, ahogy egy mellettem ülő hölgy ezt mondja a barátnőjének, hogy ilyennek képzeli a poklot. Na most, hát igen, ez is egy visszacsatolás. Most az a furcsa helyzet állt elő ugye ez a darabba kapcsolatban, hogy rengeteget játsszák, sőt, ez ahova csak beküldtem, mindig nyert ez a darab. És pár évvel ezelőtt egy nemzetközi konferencián, a 30 év, akkor még 30 év alatti kategóriában indultam, a világ összes klasszikus zenei rádiójának ajánlották sugárzásra. Úgyhogy azóta is játsszák a klasszikus zenei rádiók szerte a világban ezt a darabot. De egy első hallásra
nem biztos, hogy sokatoknak az az érzése, hogy ezt újra szeretné hallani. Most ugye mi ennek az oka? Hogy maga a kortárzenének vannak igenis kihívásai, ami pedig az, hogy nagyon sok előtanulmányt feltételez, hogy megértsük, hogy miért ilyen, miért szól így, miért szól nekünk ez kakofonnak, vagy olyannak, amit nehezen tudunk befogadni. Ugye túlságosan elvont első hallásra, nem fogalmaz elég direkten, ami a lássukban a mai világban egy nagy nehézség, hogy csak azokat tudjuk elfogadni, ami nagyon direkt. Semmi, ami absztrahálva van, semmi, ami indirekt, az a befogadó szempontjából az már nagyon nehezen követhető. És hát a legnagyobb probléma, ami azt hiszem, hogy itt nagyon sokan hibáztak, nem csak alkotók, koncertszervezők és előadók, hanem ez a három csoport együttesen, hogy nem integrálódott a klasszikus zene életbe. Tehát amikor elmegyünk klasszikus koncertre, akkor nem arra gondolunk, hogy kortárs zenét fogunk hallgatni, hanem hogy Beethovent fogunk hallgatni. És nem sikerült az integrációja az elmúlt 70 évben a kortárs zenének, és ezekkel a kihívásokkal küzd ma is.